Krisztián. Hol vagy? Azt hittem, hogy tűz mellettem. Eltűnt ez a barom. Jó, merre vagy? Ja. Itt vagyok, a Motorcycle Clubnál. Már is ott vagyok, Krisz. Egyet se félj. Hello, Krisz. Itt is vagyok. Na, milyen volt eddig a napod? Ha? Eddig elég jó volt, most várom, hogy tudjam hívni a kocsimat, úgyhogy ne üss. Ne üss. Na, Krisztián, és tudod, hogy mit fogunk csinálni a mai videóban? Igen, a mai videóban. Mivel a srácok az előző videót 4000-en lájkolták egy nap alatt, sőt nem csak 4000-en, hanem 6000-en is, és az volt a kihívás, hogyha meg lesz egy nap alatt 4000 lájk, akkor jön hamar az új mítoszos videó. Ezért pontosan. Most nem más fogunk csinálni, mint mítoszokat fogunk nézni ismét. Let's go! Pattanj be, kis haver! És menjünk is, nézzük az első mítoszt. Na hello, srácok, ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban ismét GTA-s mítoszokat fogunk nézni, mert nagyon szeretitek ezt az úgymond sorozatot, ezt a mítoszos sorozatot, úgyhogy csinálunk még belőle videót, és ismét nagyon király mítoszaink vannak, úgyhogy ne menjetek sehova. Menjetek valahova, de semmi baj. Ebben a videóban ismét én találtam ki a mítoszokat, mert kicsit rosszul éreztem magam, hogy mindig az internetről így összeszedegettük a mítoszokat. Olyan érzésem van, hogy így másolnék másokat. Úgyhogy most megint én találtam ki az összes mítoszt. Úgyhogy ezek nagyon egyedi, és vicces, és érdekes, és hiper-szuper mítoszok lesznek. Juhu! Srácok, ti most biztos azt gondoljátok, hogy egy ilyen elképesztő mítoszos videónál bizonyos, hogy nem lesz? Lájkos kihívás? Nagy tévedés! Kis bigyi-bugyi-bigyi-bogyók! Ugyanis nem más lesz a lájkos kihívás, mint hogyha meg lesz ezen a videón egy nap alatt az 5000 like! 5000! Akkor nem más fogunk csinálni, mint... Mint? Mit fogunk? Nyomunk egy selfie-t. Nem is ezt fogjuk csinálni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy veszek egy elképesztő, hihetetlen durva rakétás kocsit, és azzal fogunk repkedni. Hey, ez ennek az a neve, ennek az actionnek, hogy Bird. Úgyhogy irány le a kommentekbe, és lájkoljátok a videót. És nem mások történni, mint hogyha egy nap alatt meg lesz az 5000 like, akkor megyünk. És rakétakocsival elhagyjuk a földet, ez és nagyon repkedünk jó, jobbra-balra. Nagyon jó action-öket nyomat. Ennyi vagy, te kis csicska! Úgyhogy menjetek le, mert komoly verés lesz, hogyha nem lájkolja mindenki a videót. Megértettük egymást! Krisztián, az előző videóhoz írta valaki, hogy FPS-ből próbáljuk meg kiszúrni a autónak a gumiát. Yeah. Úgyhogy azt lehet, hogy meg kéne próbálni mindenféleképpen, okay. Mert ez okos ötlet, úgyhogy azt lehet, hogy megpróbálnánk először. Mert ugye az nem sikerült. Mert így elvileg így könnyebb célozni, hogyha így belső nézetből próbálsz szúrni. És tényleg, még egyszer meg kéne próbálnunk azt. Mit szólsz? Azt szólom, hogy oké, és pattanj be, Mátén! Na mit szólsz, akkor kipróbáljuk? Persze, hát arra várok, vagy beüljesz, menjünk valami olyan helyre, ahol föl tudom vinni a kerekét. Jó, na, akkor menjünk. Szerinted hányal tudok menni ezzel az autóval? Szerintem 100-zal. 100-zal, de most még 240-zal. Dehogy is, ez 100 kb. Dehogy is, 120. Nem. 240-nál már össz magyar. Dehogy megyünk? Ej, itt az ugri-bugri. Menjünk ide. Hát az a baj, nem. Hopp! Azt hittem, hogy szúr. Nem lehet sajnos. Menne egyszerűen olyan közel, ha olyan közel mész, akkor már rúg. Uh-huh. Vagy följebb kell még menjél, vagy egyszerűen már nem lehet. Jó, így jó lesz. Így jó lesz, let's go! Hopp! Szúr! Várjál, így hátulra. Megszúrta? Szúr! Jaj, ne lötyög! Ott láttam valami puffanás. Ja, vagy ezt magától csinálta? Hopp! Megszúrta? Megszúrta, de semmi nem történt. Mindig alászúr, de így is nagyon nehéz célozni amúgy. Hopp! Láttad? Aha, lepattan, nem? Ja, lepattan sajnos. Jaha, ja. Nem lehet sajnos. Na lehet a fát szúrja meg, nem? Nem. Nem, a kereket szúrja. Nekem... Igen, látszik is, mert előrébb mozdul az autó. Szóval ez sajnos nem működik. Ez csak még a ilyen előző videóból egy ilyen kis
hátra maradt mítosz, amit kipróbáltunk. Ja, na mindegy, menjünk tovább. De nagyon jó tanács voltam úgy, mert tényleg így könnyebb volt. Szóval köszönjük szépen a tanácsot. Szóval, Krisztián, menjünk és próbáljuk ki az első mítoszt, ami mi is lesz? Ami nem más, mint a helikopter elvágja az ejtőernyő zsinort. Vagyis a helikopternek a propellere. Ez jó. Azt a mi a helikopter. Ez mi a helikopter? Melyikkel menjünk? Ezzel vagy a... Ennek széle, vagy szélesebb a izéje. Hát igen, csak szélesebb a maga a helikopter is. És? Hát szélesebb, nézd meg. Nem szélesebb. Jóval szélesebb. Itt van egy méter a helikoptertől, ott meg vagy 10. Milyen egy méter? Ez hülye. Nézd meg, milyen széles. Hát jó, csak széles a... Na mindegy, menjünk a percet. Na úgy kell, hogy egyikünk vezet. Hát igen, akkor én, ki... te vezess, én meg igen, és te ugor ki, és akkor el kell kapni a... És akkor úgy kell, hogy minél, tudod így, minél viszintesebben. Oké, és jó föl, menj jó föl. Ja. Hát próbálok ilyen viszintesen menni. Igen, és akkor én meg megpróbálok oda menni. Igen, és akkor te meg megpróbálsz. Igen, Aszta, de szép a táj! Hú, ja, ilyen vöri. Ilyen vöröskedes. Elevágja a propeller, mert ugye ha realisztikusan belegondolunk, akkor a propellert, hogyha bemész a ejtőernyő zsinórba, akkor ez elvágja. Igen. És most megnézzük, hogy ez a GTA-ban is így van-e, vagy a GTA-ban ez nem így van. Igen. Próbáld meg először minél följebb, tudod, hogy én még csak véletlenül se halljak hát bele. Szerintem úgy fogok, hogy így fölülről bele szállok, vagy valami. Aha, jó. Fú, srácok, az a rakétakocsi, már kinéztem magamnak egy ide ezt a rakétakocsit is, nagyon fán. Úgyhogy lájkoljátok a videót, mert ha meg lesz egy balott az 5000 lájk, akkor megveszem, és azzal fogunk menni. Rakétás kocsi. Juhu, aha, ilyen rakétkocsi. És lehet vele repülni? Igen, mert föl lehet vele ugrani, és ugrás közben be lehet nyomni a rakétázást, és akkor tudsz vele. Na Krisztián, próbáljuk ki. Let's go! Juhu. Jó. Oké, szállok, és megpróbálok minél egyenesebben szállni. Én nekem csak így... Jó. Ezen kell, gyere utánom. Na most az a kérdés, hogy mi történt, hogy a helikopter teste is hozzáért az ejtőernyőhöz, de ugye hátul is van propeller. Az ejtőernyő ment tönkre, mert abba ment bele a propeller. Igen, de a propeller elvágta vajon, vagy maga a helikopter a is hozzá? A izébe mentél bele, a ejtőernyőbe magába, nem tudom, a zsinórba. Tudom, hogy abba mentem, de... Gyere, vegyél fel! Ja, de viszont nem kell ilyen magasra menni, azt már rájöttem. Hát igen. Hát igen, mert egy kicsit sokáig zuhantam, úgy őszintén szólva. Ja, meg lehet, hogy menjünk a víz fölé, és akkor nem halsz meg egyből, nem? Hát de sokkal könnyebben fel tudsz szedni majd. Így sokkal egyszerűbb, hogyha meghalok. Igen. Hát persze, most ússzak ki a vízből, és akkor 30 évig. Ja, tényleg, mert nem tudsz felszállni. Oké, második próba. Krisztián, akkor próbálj meg most belemenni a zsinórba. Szerintem, őszintén szólva, szerintem ugyanaz fog történni, mint most történt. De hát akkor végül is igaznak igen, kell csak legyen. Lehet, hogy a maga a helikopter teste, a hitboxa, mert az nem hitbox szerintem, vagy nem tudom. Nem hiszem. Na, szerintem ma ugorhatok ja, is, ma nem? Ja, már ugorhatsz itt, mert nem kell izélni. Úgy. És minél viszintesebben próbálok tudom majd menni. Várjál, próbálok inkább erre megyek, hogy ne a tenger jó, felé hát menjek. Kösz. Na, mindegy. Jó. Nagyon nehéz. Ne, megint. Yes! Jó. Ide gyere. Hey! Nem vágj el! Nem vágj el! Nem, csak hogyha a helikopter hozzáért, igen, csak igen, akkor. Igen. Szóval ez a mítosz hamisnak bizonyult, ugyanis nem vágja el a helikopter propellere az ejtőernyő zsinort. Mit művelsz? Para. Most ezt nem mondod, hogy nem ezt láttad. Ezt a hülye barmot, de hogy nem láttam. Hát itt tehát ott a szemem előtt történt. De vicces baut. Szóval, Krisztián, ez a mítosz akkor hamis volt, és jöhet a következő mítosz. Kíváncsi leszek, hogy milyenek lesznek még, mert nagyon izgalmasak azok, a 100%. És hogy melyik lesz hamis, meg melyik lesz igaz. A következő mítosz.
Miért van mindig éjszaka ebben a hülye játékban? Van még egy helikopteres mítoszom. Megpróbáljuk azt? Próbáljuk. Hát most már széttörted a helikoptert, hogy ezt nem marad. Á, a másik. Csak nyugi. Yeah. Oké, és akkor próbáljuk meg a következő helikopteres mítosz. Ami elképesztően izgalmas. Ez saját tapasztalatom alapján van. Ja, hát az összes mítosz saját mítosz, de ez saját tapasztalatom alapján van, hogy én szerintem nem lehet helikopterrel leszállni a vonatra. Aha, hát... De mit gondolsz, Máté? Így nyártunk Manchester helikopterünket. De hé, hol van a másik helikopter? Sehol. Hol van a másik helikopter? Sehol. Mert Manchester helikopterünket, te ujjabára! Menj el, gyere vissza, és akkor nézzük meg, hogy van-e. Jó, oké, és... Szerintem most már jó lesz, menj vissza. Hú, ott van egy random encounter. Jó napot, Mr. Random Encounter. Ez ki ez? Mi ez? Ja, a csöves ki lehet rabolni. Igen. Addid a addi pénzed, ne. Nem, én rabolom ki! Jó, te rabolt ki, na. Horkol. Horkol a csövi? Nézd meg FPS nézetben. Hello, csöves. Ott van egy sörös üveg. Fölrugom. Uh-huh. Azaz. Zsebelt ki a csövest. Jó van, jó van. Uh-huh. 7000 dollár. Nem rossz. Osztod a gazdag csövest. Meg equipment added, small key. Egy kulcs, nem tudom, hogy mit lehet vele csinálni, mert az, már ezt, valami, én biztos is kiraboltam ezt csövest. Hát ez volt a legkönnyebb 7000 dollár, amit valaki kerestem a GTA-ban. Jó, menj vissza, és hát ott lesz a helikopáter, de ha nincs ott a helikopáter, akkor nézzük másik mítoszt, és igen. Akkor azért addig majd visszaterem. Osztod, majdnem rám kanyarodt, az őrült, hát rád is elvetemült. Vegetáriánus őrült. És ott lesz helikopter, figyeld! És ott van! Ott van, ez az! Itt is van. Az csekkód! Milyen? Luxus repülő! Miért vannak itt ilyenek? Szerintem azért, mert hogy nagyobb szintű vagyok. Na gyere! Vagyok. Megpróbálom! Mit is kell csinálni? Tök ja, király! Ekkora pancsert! Hogy lettem béna? Megölt! Le kell szállni azére! Vegyél föl! Vegyél föl! Itt vagyok, látsz? Itt vagyok! Most lőttem jelzőlövést. Menni kell, és keresni kell egy vonatot. És az a mítosz, hogy nem lehet helikopterrel leszállni a vonatra. Mert én nekem még sose sikerült. Megpróbáltam, és nem sikerült. Igen, de nézzük. Ott is van a vonat! Már jön is a vonat? Let's go! Akkor pont jól alakult mítosz. Aha, és ilyen pont tökéletes. Oké, és na, akkor szállj le! Ez az! Szállj le! Állj! Nem nyomok semmit! Ez az! Sikerült! Na, kiszállok! Megnézem, hogy milyen itt a vonat. Jó, szállj ki! Oké. Let's go! Igen! Let's go! Jó! Ne! Leestem! Leestem! Mindegy, ez már várj! Még egyszer leszállok. Próbálj még egyszer leszállni. Hogy meghivatalosít. Próbálj még oda leszállni oda. Jó, jó, jó. Éve. Gyere, Máté! Nyugi! Nyugi, lövök jelzőlövést, itt vagyok! Látlak, te barom! Na. Ez a! Let's go! Let's go! Hé, mit csinálsz, barom? Ez az! Hát tűzi játékot nyomok. Ez az, akkor siker... Hú! Akkor sikerült. Itt van a helikopter rajta a vonaton. Azt tényleg. Akkor az a mítosz. Igaz. Hamis. Mert le lehet szállni a vonatra a helikopter. Mi ez, hogy hamis? Hát mert az volt a mítosz, hogy nem lehet leszállni a helikopter a vonatra. Rohadt rendőrök! De én nem vagyok rendőrt, barom! Szóval, Krisztián, akkor nézzük meg a következő mítoszt. Várj, átmegyek a sinem. Helye! Hol vagy? Pont egyszerre szálltunk fel. Egyszerre szálltunk fel! Let's go! Oké, és jött a következő mítosz. Oké, a következő mítosz az mi lesz, Krisz? A következő mítosz, miért nyom, a legizgalmasabbat nyomjam ever, vagy a, nem? Ne, azt tartogassuk csak a végére a srácoknak. Ezt tudjátok képzelni, hogy milyen izgalmas mítoszok lesznek még. Nem látnak minket, Krisz? Oké, és a következő mítosz. Lehet versenyezni a piros lámpánál NPC-kkel. Ja, na, szóval próbáljuk is ki. Várjál, hol van itt piros lámpa?
Ott a piros lámpa! Ott a piros lámpa, látod? Juhu! You can challenge another player to an impromptu race using an interaction. Interaction. Osztva! Osztva! Négyes körözésem van, és le fogom őket rázni, ha nem jön helikopter. Igen. Aha. Ügyes vagyok? És ilyen... Bakker! Jött a helikopter. És én miért ugrálok így? Azt nem tudom. Figyeld! Megláttak. Láttam. Máté, szálljunk le. Ja. Figyeld! Aha. Mi ez? Nem tudom. Máté, szálljunk le! Szeke szállunk, paranormális tevékenységek zajlanak. Jó. Oké, na, keresnünk kell egy piros lámpát, meg valami racing autót a piros lámpánál, ugye? Na, Krisztián, szerintem én hívom is az autómat. Még te lerázod a rendőröket. Lerázom a négyes körözést! Let's go! Let's go! Na, itt leszek lenne az útnál, jó? Oké. Na, hívom az autómat, és akkor keresni kell egy piros lámpát, meg egy nagyjából ilyen versenyzős autót, igaz? Mert úgy értem, hogy ilyen piros lámpánál egy versenyzős autó. Igen, mert általában úgy van, hogy beállsz a piros, ha a piros lámpánál áll egy sportkocsi, akkor nem mások történni, hey, mint hogyha elkezdesz neki ott dudálgatni, meg farolgatni mellette, akkor ő is elkezd farolgatni, és amikor zöld lesz a lámpa, akkor elkezd veled versenyezni. Aha. Szóval be kell menni a városba. Szállj be. Szállj be, te. Nekem jobb a kocsiért. Nem, nekem százszor jobb. Igen, na akkor menjünk. Mibe? Menjünk. Jó, jó, jó. Na, mehet egy derbi. Jó, kés. Na, aki hamar abba odaér, a híthoz, az a Begna király. Mert... Jó, aki hamarabb ideér ehhez a kőhöz, az a király. És jó, na én nyertem. Én nyertem. Én nyertem, aki hamarabb odaért, tehát ahhoz az a kőhöz. Én értem oda hamarabb. De nem, mert nem jött ide, mert az úton. De én ide jöttem a kőhöz. De a verseny közben én nem. Aki hamarabb ideér az autó, az a király. Én voltam. De a verseny közben én nem változtam. Okay. Egyik meg a szabályokat. Oké, okay. Aki hamarabb ideér ehhez a kerítés, az a király. Én nyertem, na jól van. Na, na háromszoros király vagyok, szállj be. Hallott háromszoros király. Pattanj be a király. Szállj be. Na jó, van, akkor nem az én király Lamborghini-met teszem tönkre miattad. Sátúra száraz barom! Mert előre emlett, meg ki vagyok tiltva, te barom. Miért lenne ki? Menjünk be a városba, mert úgy van meccsen, vagy nem. A városba menjünk fel? Mm. Igen, mert ott vannak piros lámpák. Na let's go, itt már vannak, ott is van az első alanyunk. Hát, hello? Próbáld meg, farolgassa meg tudáját. Dudáj. Ja, nem. A másikkal azt mondta, hogy ő ezt nem akarja csinálni. Na. Várjál, megyek utána, és hát lesz megint piros lámpa valahol. Na, mehet. A francba. Á, nem akar. Jó van, akkor ott van még, keresni kell még, ami állnak piros lámpán, és sportkocsit kell keresni. Ne üvölts már, te ökör. Dudálj neki meg, farol. Let's go! Faszta! Gyerünk! Nyom neki! Húúúú! Csicska! Ő nyert. Már megállt. De a következő lámpáig van a verseny. Faszta! Szerintem ez versenyzett. Ez tényleg igen, úgy volt. Várj. Na, akkor keresünk még egyet. Oké, és itt most pont 10 van. Na, megint farolj meg Dunáj. Az nem verseny ez. Ez nem. Ez nem, mert ez csak elindul. Várj, akkor megyek a... A stop táblánál lát, az csak meg nem megyek a... Megyek a piros lámpáig vele. Jó, ez eddig úgy tűnik, hogy ez igaz, mert... Ja, eddig igaznak tűnik. Ott a piros lámpa. Oké. Na, állj be mellé, és mehet. Farolj, egy dudáj. Elindult! Igen, de szerintem ez megijed, nem versenyez. Nem megijed. De, mert... Oh, shit! Ezt mondja. Nem. Hát nem érdekli őket. De pedig az versenyzett. Ezt nem érdekli. Nem, az megijedt. Nem megijedt, megáll, mert... utána lelassult. Oh, és így ellenkező. De nem, mert utána lelassult, az a fehér, az nem. Hát ez nem működik, Krisz. Nem, mert nincs előttünk egyenes. Kell legyen egyenes. Ott kell, ott ahol a másik van. Az a piros. Na, most ez jön. Ez jön. Ez elindult. Ja. Na látod, mondom én, csak bénán csinálod. Itt volt egy Dodge Ram. Faszta! Itt megy a verseny! Let's go! Hé, de kimegy a izéből, a versenyből, hát, ez a barom. Látod, ő megijed. Nem megijed. De megijed, mert azért fordulászik. Látod, ez megijed, ez nem hát, versenyez. Lehet az a... Úgy van berakva neki, vagy nem tudom. Add ide, addban, hagyd szálljak már be, én már bénán csinálod, hogy valami borzalom. Ott van interaction menüben. Nem, az, ez nem az, az egy player. Látod? Ideges lesz, mert elkezd verekedni. Úgyhogy ezek idegesek lesznek, nem izelni. Hát kezdenek. Jó, hát ideges lesz, de mert van, aki nem szeretne versenyezni.
Van, nem, aki nem szeretne. Nem, de, ezek nem ezek. De csak olyat kell keresni, Máté, mert ezek nem igazi sportkocsik. Ilyen, magunkra itt a rendőrséget. Ha jó van, próbáld meg te is. Nekem nem működött. Nekem izélnek. Nekem megijednek. Megijedtek. Neked is meg fognak ijedni, de mindegy. Kell egy tényleg sportkocsit keresni, és úgy kell, hogy egyenes előrefele menő út legyen előttünk. Szerintem ez hülyeség, szerintem ezt nem tudod megcsinálni. Nem, igen, ez nem sportkocsi volt. Várjál, olyat kell, hogy sportkocsi. Krisztián, nem tudod sportkocsikkal se. De tudom, biztos, hogy lehet. Várjál. Csak kell keresni egy egyenes utat. Nem érdekli. Ez egy ilyen nő, ez nő, az nem akar versenyezni. Ja, hát lehet ez a baj. Krisztián, irába próbálod meg 85-től, nem működik. Nem működik. Nem működik, nem működik sajnos. Szóval srácok, ez a mítosz. Hamis, ugyanis nem kezdenek el versenyezni a piros lámpánál a versenyautóddal. Na, Krisztián, akkor nézzük meg a következő mítoszt, mi lesz az? A következő mítosz, az egy nagyon elképesztő mítosz, amit itt ki is tudunk próbálni az utca szélén. Na? Az a mítosz nem más, mint hogy fölrobban a gránát, ha a kezedben van, és belelőnek pisztollyal. Igen. Na, próbáljuk. Na, várja. Itt van, itt a kezembe a gránát, mert lőd be. Igen, és bele kell lőnöm pisztolyjal, igaz. Igen, hát kíváncsi leszek. Nézzük meg. Nem robbant fel. És nem is sebződsz? Nem. Ja, de sebződök. Sebződök így. Mi ez a szar? Meghaltam. Ezt nem hiszem el. Ez! Ha milyen gránát ez? Nem robbant ja, fel, hát ez nem működik. Azt a rat, ami honnan jött a tekti bakker? Azt a dagadtat. Itt ezért kapsz egy verést. Lefejelte a falat. Olyan pofont kapott, hogy a falatta a másikat. Gyorsan meneküljünk el, mert megvertem a két tagadtat. Megvagy? Miért mész el? Itt hagyott a macsa. Ott van, itt versenyzik velem. Nem versenyzik. De. Igen, lelassult. Visszalassult és megy simán. Let's go. Igen. Aha. Csak jó, de ez nem még nem 100%-os bizonyíték, az meg is így ijedhetett. Mert nekem is Ardi ugyanúgy lelassult, csak ordibált előtt, hogy oh shit! És így elindult, így, és így menegetett. Igen, csak nem ment neki semminek, tudod. Még próbáljuk meg azt is, hogy te belelősz az én a gránátos kezembe, meg azon is gondolkodtam, hogy a Molotov koktélt azt is kipróbált meg. Jó, próbáljuk ki. Várjál, ott a gránát ugye a kezébe Krisznek, de pirosan is mutatja, szóval nem lepattan. Lepattan róla. Ja, látod, hogy... Ja. Sajnos, okay. Úgyhogy ez nem működik. Jó, és akkor most átszom, még a Molotov koktélt azt is próbáljuk ki. Oké, és hogy mert át azért ez, érted? Nem, semmi nem és történik. És ha fölössz oda a tűzhöz? Azt se, nem történik semmi. Ezt nem hiszem el! Szóval, ez a mítosz hamis, mert nem robban fel se a Molotov koktél, se a gránát kezedbe. Ja, viszont a versenyző is azt, hát döntsétek el magatoknak. Ja. Majd láttátok a videót. Ja, én szerintem hamis, mert szerintem csak megijednek és azért mennek el. Szerintem, írjátok a kommentbe, hogy ti mit gondoltok, szerintetek versenyeznek, vagy csak megijednek. Na nézzük a következő mitoszt, Krisz. Mi lesz a következő mitosz? Mondd el nekem. Mondd el, Krisz, mondd el. A következő mitosz. Ezt először elmondom a mitoszt, és utána elmagyarázom, hogy ez mit ért ez alatt, jó? Na, a következő mitosz az az, hogy bárhonnan jön a robbanás, mindig felrepülsz. Aha. Nos. Ezt úgy értsétek, srácok, hogy például itt vagyok én. És, ha megnézitek, például ezt, ami most fog történni velem, így, és például, mit tudom én, itt van oldalt, ez a sticky bomb. Aha. És, hogyha meglátjátok, hogy ezt fölrobbantom, akkor fölrepültem. Igen, látjátok? Akkor így fölfele repült. Hát, igen, hogy nem csak így elesek, vagy és mennem, én repülök fölfele a viszintestől fölfele irányba elrepülök. Nos, és az a mítosz, hogy hogyha mondjuk a fejed fölülről jön a robbanás, akkor is fölrepülsz. Akkor is föl. Szóval nem lenyom a földre, hanem akkor is fölrepülsz. Igen. Szóval, hogyha a fejed fölött robban fel a bomba, akkor is így fölfele fogsz elrepülni, és nem így lefele. Igen. Ahogy és a valóságban repülünk. Tökéletes helyen vagyunk, ugyanis itt pont ki is tudjuk próbálni. Let's go! Ja, amúgy tényleg. Úgyhogy fel kell dobni egy sticky bombot. A plafonra. A plafonra. Jó, ott állj is alá. És alállok. És megnézzük, hogy felrepülök-e, vagy csak lenyom-e a földre.
most full fölötte áll, jó. Vagy full fölöttem van. Okay. Na, és most megnézzük, hogy csak lenyom-e a földre, vagy fölrepülök. Mert? Nézzük, mehet. 3, 2, 1. Yeah, lefele repültél, let's ja, go. Ja, repültem föl, nem lenyomott, let's ja. go. Szóval ez realisztikusan van megcsinálva, hogyha fölötted robban fel a bomba, akkor lefele nyom el magától. Igen. Szóval ez a mítosz hamis, ugyanis nem mindig fölfele repülsz, hogyha bárhonnan robbanak bomba. Ja. Ez amúgy hülyén let's lett. Elég hülyén lett csak megfogalmazni. Jó, hát mert ezt én találtam ki, hát én nem tudok olyan jó mítoszt kitalálni, de amúgy kitalálok, mert ezek tök jó mítoszok, csak rossz van megfogalmazva. Máté, a következő mítoszhoz el kell mennünk az Ammunition-be, de nem olyan dolga ér, amire gondolnád, hogy el kell mennünk az Ammunition-be. Hol van hülye Ammunition? Szóval akkor a következő mítoszhoz el kell mennünk az Ammunition-be. Aha, ugyanis a következő mítosz az elképesztően izgalmasan király. Aha. Mert... Yeah. A Dagi. Ja. A tagi, hogy elrepül. A tagi nem bírt elugrani. Ugyanis az Ammunition-be lehet venni valamit, ami kell a következő mítoszhoz. Aha, és elmondod mi az, vagy majd amikor odaérünk? Hát majd ha odaérünk, akkor megmutatom. Jó. Jó napot, Ammunition-ös bácsi! Hülya! Engedjen be, kérem uram! Kacsag! Uram. Igen, kacsag vagyok. Milyen jó! Gyere ide a középsőhöz. Brauzegír, armeny. Brauzegír. Igen, megvan, és? Igen. Bluttos füles. 5000 ér a legalján, az a cutt. Rebreather. Igen, és azt vegyél, és rajtad van? Igen, akkor vegyél egyet. Jó, és ez nem más, mint tudsz lélegezni a víz alatt. Igen, let's go, akkor megyek ki. És mondom, hogy mi a mítosz, mivel megvettük a víz alatt lélegzős cuccot, ezért most el tudom mondani, vagy remélem ez az amúgy. Hogyha ez az, akkor remélem, hogy ez az, és hogyha ez az, akkor... Akkor most kimegyünk az óceánpartra. Ja, ami itt lesz, mert itt van a legközelebb. És megpróbáljuk azt, hogy bemegyünk az óceánba, és kipróbáljuk a mítoszt, ami nem más, mint... A GTA-ban nem öl meg a víznyomás. Mert hát... De ezt fejezd már be, ezt a nem öl meg jó, a víznyomás. Jó, akkor a GTA-ban megöl a víznyomás. Mint ahogy a való életben. Ugyanis... A való életben azért megöl a víznyomás, hogyha lemész, hogyha 50-60 méterre leúszol, akkor azért már összenyom a víz. Igen, hát, igen. Hát, hogyha gyorsan. Egy-két ember van, aki így kibírja, azt hiszem. Úgy kell, alapvetően úgy van, hogyha lassan mész le 10 métereket, azt hiszem, akkor utána, akkor azt kibírja a tested, de ha gyorsan úszol lefelé, akkor nem szokik hozzá a nyomás testet, a testedhez a nyomás. Tested a nyomáshoz. A nyomás az a tested. És meghalsz. És most ezt ki tudjuk próbálni, mert tudunk lélegezni a víz alatt. Szóval lemegyünk a víz leges legaljára, kimegyünk, és ahol vagy 50 méter mély, és oda leúszunk, és megnézzük, hogy megöl-e a víznyomás. Erre nagyon kíváncsi leszek amúgy, mert ez egy elég érdekes mítot. Osztana, ez let's profi go. Volt! Na, ez profi volt. Na, itt vannak a jetskik, mehetünk is jetskivel. Oké, okay, szóval... Kimegyünk a nagyon mély tengerre, és ha már eléggé kint vagyunk, akkor elkezdünk lefelé úszni, és ugye, mivel van ilyen lélegző maszkunk, ezért abban nem hallhatunk bele, hogy elfogy a levegőnk, mert ugye kapunk levegőt a víz alatt. Ha meghalunk, akkor csak abban hallhatunk bele, hogy a víznyomás megöl minket. Úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni. Na. Ja, megnézzük, hogy realisztikus a GTA, és itt is megölni minket elég nyomás, mint ahogy a valóságban tenné. Ja, de amúgy sok dologban realisztikus a GTA, sok dologban viszont nagyon nem. Ja, például abban nem realisztikus, hogyha én berekszik a Mátéval, és van, hogy ő nyer, és van, hogy én. Ez a valóságban nem így lenne. Mert mindig én nyernék. Nem is, hazud. Itt már elég mély az óceán, Máté. Menjél jó. Nyugodtan. Na nagyon el akar kanyarodni a jackskim, úgyhogy itt már elég mély az óceán, oké. Okay. Na akkor nézzük meg, hát szerintem mennyire vagyunk a parttól, 200 méter, vagy 500 hát, inkább? 500 már. 500, hát itt jó. Már olyan mély kell lenni az óceán. Na és akkor merüljünk okay. le, és ússzunk le. Jó. Fogy a levegőm. Ez komoly? Na, igen. Én meg vágdosok a késsel. Miért? Ez komoly. Ja, és ugyanolyan gyors, és simán. Ja, de akkor ennek mi értelme van ennek a breathernek? Akkor ez csak a tirgesz ellen van. Hé, akkor a izét kell megszereznünk, azt honnan tudjuk megszerezni? Mit? Van az a búvárcsónak, és ott kapsz olyat. De tuti lehet valahonnan venni ilyet. Már megnézem.
Scuba suits are available in ammunition. Szóval az ammunitionbe kell venni. Akkor jó helyen jártunk, csak igen, igen, akkor szúr. Nem jót vettünk. Jó, akkor bocsánat, bocsánat, akkor menjünk vissza az ammunitionbe. Wow! Mi volt ez a vizé, ez a Crash Bandicoot? Jó, persze, a vizére tett bakker. Tatabányára. És itt lenne egy távol, hogy tatabány. Ja, és pont a kocsi mellett. Yeah. Na. Na, akkor let's go to the ammunition. Jaj! Mit keringesz már ennyivel előre, te? Nyomorom, szatámsz már! Na, szóval itt vagyunk az ammunitionben, és itt vannak az outfitek, itt van. Várjál. Bros outfits. Na, és akkor itt kell legyen a scuba outfit. Ott van scuba. Let's go! 159 ezerbe kerül, hát nem olyan vészes amúgy. Azt a 150 ezerbe került. Aha, és akkor ha bemész a vízbe, akkor izé leszel? Szerintem, hát remélem. Hát nagyon remélem, hogy nem 150 ezeré, nem egy ilyen béna marhaságot tettem meg. Na mindegy, most rajtunk van az a lényeg, és akkor menjünk el vissza a tengerpartra. És elvileg, ha most bemész a vízbe, akkor rajtad kell, hogy legyen. És most már biztos, hogy fogunk tudni levegőt kapni a víz alatt, de az is lehetséges, hogy csak egy bizonyos ideig fogja adni ez a víz. Víz alatt de a az levegőt. Elég az, hogy leúszunk az aljára. Hát igen, hát megnézzük. Ez amúgy is jó ez a búvár felszerelés, mert tök jó így búvárkodni a GTA-ban. Á, kisüti a napom szememet. Oké, okay, itt vannak a... ezek? A jetskik. Oh, aha, egyből izé felveszi, amint a vízbe bementél. Szóval ez itt tök jó. Let's go, és milyen menőn ugrik be! És még vízé is van! Ilyen lámpa is van rajtad. Meg a béka láb, szóval igen. Gyorsabban is úszol. Igen, igen, igen. Let's go! Na ez így most már jó lesz. Jó! Oké, na akkor menjünk ki megint. És nézzük meg, hogy... hogy akkor megöl. De való, amúgy most így belegondolok, valószínűleg nem, mert azért kell a búvártárszerelés, hogy le tudja úszni az aljára. Csak az a kérdés, hogy ott kint, ilyen nagyon kint, ott le tudsz úszni az aljára. Hát igen, de a könnyű búvár felszerelésben is megöl a izé. Mert a ilyen 100 méterre már ilyen mély búvár felszerelés, az a nagy vas. És olyan milyen van az óceán alján? Erre kíváncsi vagyok, amúgy lehet, hogy meg tudjuk nézni most. Na ez király! Ezt most kíváncsi vagyok, hogy ha nem öl meg, akkor viszont milyen a tengernek akkor az alja. Akkor megerősít. Ami nem öl meg, az megerősít, fontosan? Most már biztos jó, most már ilyen 500 méterre vagyunk, szerintem most már teljesen. Oké, na beugrok, és akkor nézzük meg. Azt a rohadt. De várj már meg, csicska gyerek. Aha, és így kapunk levegőt. És nincs is levegő bár, szóval így nem fog elfogyni a levegő. Oké, na Krisztián, készen állsz, hogy leúszunk a tenger aljára? Igen. És elindul ez a barom. Menjünk, Máté. Oké, mehet. Azt a rohadt, de félelmetes. Vajon mi lehet az alján? Jaj, ne remélem, lesz valamint, hogy jaj, ne, hatalmas léci. Nagy vízi szörny. Hát én is remélem. Jó, ez nagyon izgalmas most. Ujj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 j
hogy megöl a víznyomás. Most már így való életben már megölt volna valami. Hát szerintem esetben már mennyit mentünk le, ja. Már ezer éve. Ajaj. Azt a de... Jaj, ne léci! Ne valami ízé, ne vigyen el valami nagy szörny! Hát én tuti beszarok, hogyha valami oktopusz ide előjön. Látok valamit! Mit? Azt a már milyen sötét van. Megjelent valami! Mi? Az az alja! Azt a feketeség van! Látom! Korom fekete, jaj, ne, nagyon félelmetes! Ne, ez nagyon félelmetes! Léci, ne! Ne, ezt nem akarom túl, ezt nem akarom látni, hogy megesz valami szörny. Mikor érünk már le? Hány méter itt az ocean? Nem öl meg a víznyomás, mert már megölt volna valószínűleg. Igen, csak hol az alja? Nincs is ennek alja? De van. De van alja. Szerintem nincs. Nyugi, van alja, hidd el. Ne! Meghalok! Nekem is megy le! Mit fog kiírni? Mit ír ki? Died. Meghaltál. Én is. Mert hogy te is. Akkor megöl a víznyomás! Akkor megöl a víznyomás! Let's go! Azt a rohadt! És nem értünk le az aljára. Szerintem ott nem lehet. Meg... Szerintem igen, ugyanúgy igen. Van, hogy így nincs megcsinálva az alja, és úgy oldották meg, hogy megöl a víznyomás. Igen. Szóval ez a mítosz.
Igaz, ugyanis megöl a víznyomás, ha túl mélyre úszol. Let's go! Mit szólt ehhez, csicskák? Na, ez szólt hozzá, de benne vagy. Srácok, hogyha szeretnétek, hogy csináljunk egy búvárkodós videót a GTA-ban, akkor írjátok le kommentben. Viszont most egyenlőre, srácok, lájkoljátok a videót, hogyha azt szeretnétek, hogy rakít a kocsival menjünk a GTA-ban. Let's go! Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez a videó tetszett nektek, srácok, akkor biztos, hogy ezek is tetszeni fognak. Úgyhogy biztos, hogy ezeket is nézzétek meg, jó? És találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!